Üdvözlök mindenkit, üdvözlenénk a Car Mechanic Simulator 2015-tel. És akkor jöjjön a várva várt rész, amiben mondjuk ez annyira még nem a legvártabb rész, majd a következő lesz az. De azért ebbe is lesz egy kis ügyesség, ugyanis itt van ez a járgány, és elég sok mindent kell rajta cserélni. És az ABS-t én már kicseréltem rajta tegnap. De nekünk ezt az egész járgányt meg kell javítani, és lehet, hogy ha már mindegy, menjen így is az emelőhöz. Azt a Corvette Stingray-t én elutasítottam, tehát leadtam a melót, és nem kaptam érte semmit. De én nem fogok azzal itt szorakodni, hogy mindenre rájöjjek, mert tesztvezetésre nem lehetett elvinni, mert nem indult a motorja, meg hát annyi ismeretlen alkatrész volt rajta, hogy fú, az egész kocsit szét kellett volna szedni, azt én meg nem bírtam volna. Na, akkor itt az a lényeg, hogy néhány cucc megvan, viszont futóművel lesz baj, meg a fékkel. És én itt már láttam pár problémát, hogy igen, itt van az első kardántengely, van a kormánymű, meg a két belső kormányművek, mű is, kormányrúd, akkor az bocsánat, azok is elég szar állapotban vannak, tehát kerekeket biztos, hogy le kell venni, és igen, itt még a fék problémákra is fény derül. Hát igen, a nyereg az ramaty, betét is úgy szintén. A ütőbordás féktárs annyira nincs rossz állapotban, viszont jó, a kerék vagy sincs annyira. Akkor az első féltengelyt az viszont jó, viszonylag jó állapotban van. Jöhet a kerék, vagy amit lekapunk gyorsba. Tehát látjátok, van 8844 tapasztalat pont, két kocsit csináltam meg, a kis poszkit, meg azt a Dodge Viper hasonmást. Aztán igazából ennyi maradt. Ezt meg akkor már, ja igen, ez csak alatta lehet el lopni. Ez meg csak akkor tűnik el, hogyha ezt is leszedjük. És most lehet innen lekapni. Tiszta rozsda itt az egész, tehát emeljük is föl, majd a többi kereket itt is le tudjuk szedni. Még ezt kell gyorsan lekapni. Alsó felfüggesztést. És akkor, ja, itt még a kormány összekötő is, az is szar állapotban van. Tehát ezen a kocsin itt az elején tiszta ramacs állapotban van az egész. Fú, gyerekek, itt ez az oldal is mennyi mindent kell cserélni. És kíváncsiak, hogy ha ezt is, ezt az oldalt is megcsinálom, akkor még mennyi ismeretlen alkatrész marad. Fú, de durva, gyerekek. Ez is szar. Jézusom, hát a fél kocsit le kell cserélni, hát mi az Isten? Oké, okay. Stabilizátor rúd, akkor ezt is le kell kapni, hogy a kardántengelyt lekaphassuk. Jó. Ja, azt még ott a kormányfej tartja, ami jó állapotban van. Csoda. Most mert a kormányrúd és a kormánymű, és akkor az elejében elvileg végeztünk. Ugye? Hát igen, itt kevesebb, mint a fele még ismeretlen. Itt is van még pár, viszont itt a kormányban minden. Mehetünk ide hátra. Kardán tengely. Hát én nem látok kardán tengelyt. Lehet, hogy ebben a kocsiban nincs. Nem tudom, hogy működik, hogy melyik kocsiban van, meg melyikben nincs. Hát ebben most nem láttam. Hú, majdnem az összes féknyereg, majdnem az összes fékbetét. Olyan állapotban van, hogy az mozdulom is siralmas. Mégis ezt már nem is kellett volna leszednem.
már nincs is akkor olyan dolog, tehát ez mehet is vissza. Jó, másik oldal, hát itt már lesz mit leszedni. Itt már csak három alkatrész van a féknél, futóműnél. Meg majd mindjárt kiderül, hogy mennyi marad. Itt a felfüggesztésekkel, lengéscsillapító, mindennel van itt baj. Fú, de tényleg kajak az összes féknének, majdnem az összes fékbetét is olyan állapotban van, hogy... Ah, igen. Már ez a kerékhagyzáró. Jó, az 68, azzal nem lesz baj. Oké, itt elvileg több dolog nincs. De viszont gumipersejekkel is meg fog gyűlni a bajunk, én érzem. Tehát majd azokat is meg kell nézegetni az összeset, hogy melyik van olyan állapotban, ami tűrhetetlen. Jó. Fú, gyerekek, annyi minden van itt. Ez jó állapotban van ez? Jó, hát elvileg nem írta rossznak. Akkor nézzük meg a gumipersejeket, mert azok szoktak a mumusok lenni, és ez szerintem ez jó állapotban van. Viszonylag, ugye? Jó, mindegy. Leellenőriztük. Itt már megvan minden, akkor még elől... Habár nem, itt van. Itt ez a kis gumi persely, ami nem a legjobb. Hogy itt lesz-e még, az nincs rossz állapotban végül is. Az a kicsi sincs. Ez sincs rossz állapotban, akkor elő lesz a következő. Az az egyetlen egy, tehát itt kell keresni. Túloldalt, ott lesz. Ott van bizony, meg is van. Jó. 8888 tapasztalat pont. Ezt írjuk fel, gyerekek, ezt fel kell írni. Jaj. Na mindegy. Mennyi alkatrész van, amit cserélni kell? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jézus, Jézusom, mennyi? Hát ez durva. Na mindegy. Akkor először a féknyereg és fékbetét. A féknyeregből kell 2, 3, igen. Gondoltam, hogy az összeset ki kell cserélni. Fékbetétből. Abból is, oké. Akkor 4 darab fékbetét. És 4 darab féknyereg. Javítgatni nem akarom itt őket, mert... Azt hiszem, igen. Szeretem itt csinálgatni. Lehet, hogy az szélszerűbb lenne, de tök mindegy, engem az most így nem hat meg. Ennyi volt. El is adtam az összeset? Jó van. Akkor korányi szekető gömbfej, csak egy kell abból. Így van. És az már a futómű. Ha bár várja, akkor először a fékes dolgokat kéne megnézni. Hűtőbordás féktárcsa, abból kell egy, igen. Meg egy sima féktárcsa. Oké. Remek. És hát annyira nem, de azért... Haladunk. Na, gumipersely. Kell egy, kettő, nem az nem. Tehát egy... Egy darab gumipersely és egy darab kis gumipersely. De az már a futómű. Gumipersely és... Kis gumipersely. Egy ilyen is kell, azt tudom. Ami itt lesz, itt van. Jó, akkor stabilizátor, összekötő rúd A. Azt gyorsan innen elvisszük. Oké. Akkor
Kéne egy alsó felfüggesztés kar B, meg akkor a kormánymű belső kormányrúd. Itt a kormánymű. Egy ilyen is kell, azt hiszem. Nem biztos. Nyáma kiderül, de kell egy olyan, jó. Szóval. Miért is jöttem most? Ja, belső kormányrúd. Egy lengőkaros tengelycsonkház, meg ez is kell. Alsó felfüggesztés kar. És ez kell. Ugye? Mindjárt kiderül. Belső kormányrúd. Ja, abból kettő kell. Viszont a kormánymű is már megvan. Igen, ez kellett. Oké. Okay. Akkor ide visszatérünk, mert kell még egy belső kormányrúd. Kell nekünk egy egylengőkaros tengelycsonkház, egy első lengés csillapító. Egylengőkaros tengelycsonkház. Első kardán tengely kell, ugye? Így van, méghozzá sima. Jó. Oké. Hoppá, nem azt. Van. Jó, azt már is adtam. Jó van, akkor első stabilizátor rúd. Sima. Hátsó lengés csillapító A. Akkor hátsó kerék vagy. Az alsó rúgótányér itt van, oké. Hátsó kerék vagy, hátsó felfüggesztés kar és kar A. Hátsó felfüggesztés kar és kar A. Meg a kerék vagy. Igen. Hátsó kerék vagy, sima, vigyni. Nem jó, akkor kész is lennénk. Hogyha minden igaz, és akkor rakhatjuk össze a kocsit. És hogyha ugye leadjuk a munkát, az 100 tapasztalatpont, és mivel még nem raktuk vissza a lapjában ezeket. Ja igen, ezt tegnap is csinálta valamiért. Hogy így valahogy... érzékeli az egeret meg minden, de nem mozog. Ezt valamiért tegnap is csinálta. De csak itt a játékban. És nem tudom, mit csináltam. Szerintem kiléptem és utána vissza. Azt hiszem így oldottam meg, már nem emlékszem pontosan. És akkor lépjünk vissza. Akkor most gyorsba összerakjuk a járgányt. Elvileg akkor most már minden tuti. Csak töltsébe. Töltsébe. Oké, hála Istennek, hát az. Betöltötté. Na, akkor kezdjük hátulról. De amúgy a híres mondás. Ha elcseszted hátulról, akkor kezdheted előről. Nem pontosan így van, de szerintem valahogy hasonlóan. Ide még lesz egy alulra is, ha jól tudom. Ja nem, akkor csak ez.
Igen, oda megy a gumipersely. Minden más nem jön, ugye? De ide. A kis gumipersely, igen. Jó, féktárcsa. Betét. Nyereg. Most tök új fékek lesznek rajta. Jó. Igen. A záró. És igen, az a... Nem tudom most ennek mi a neve. Az a féltengely az most csak... Az csak elől van, ugye? Itt az nem volt gumipersely kiszedve, úgyhogy akkor menjünk előre. Kardántengelyt a helyére rakjuk. Kormányművet is. Stabilizátor rúd. Kormány rúd. Első féltengely, oké. Okay. Ez a kerék mindjárt meg is lesz. Itt a helyén csak a lengéscsillapító. Vissza a torony szillent. Torony szellent, ja, hoppá. És látjátok, már 8900-nál tartunk, tehát hogyha le, van, le lesz adva teljesen a meló, akkor ugye kapunk egy százast. Tehát akkor már nem leszünk bajban, mert akkor már meg lesz a 9000 tapasztalatpont. És következő részben föl lesz oldva a mi kis garázsunk. Vagyis hát akkor már meg lesz vásárolva, akarom mondani. Csak nem mondtam. Jó. Mert már csak ez az oldal van, ha minden igaz. Jó. Igen, itt a kormány összekötő gömbfej. Másik oldalra vissza, vissza, jó, oké. Na, megijedtem, hogy ott nem raktam oda a helyére. Jött a féltengely, akkor jól mondtam a nevét, csak tippeltem, hogy ez féltengely. Aztán igazam lett. Hála Istennek, nyúj! És akkor jöhet vissza felni. És akkor elvileg minden meg van oldva. Úgyha minden igaz. Így van. 8976 dollárt kapunk. Meg 100 XP-t. És akkor nézzük, hogy mi fog történni. 9035 tapasztalatpont. Ide jövünk. 50 ezer dollár a garázs. Nekünk van 83.600. Na majd csak a következő részben láthatjátok azt, hogy megvásároljuk ezt a garázsocskát. Én akkor köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek. Meg lett a 9000 tapasztalatpont. Nagyon örülök neki. És már nagyon várom a következő részt, hogy fölmehessem. Hú, gyerekek, ez jó lesz. Megyünk szépen majd a aukciós házba. Körülnézni a kocsiknál, és nem tudom, hogy hogy működik az a dolog. Majd ott derül ki minden. Úgyhogy ott lehet, hogy bakizni fogok, hogy valamit szarul fogok csinálni. Már nem tudom, mit lehet ott elcseszni. Majd kiderül, biztos, hogy lesz valami. Majd meglássuk. Na szóval gyerekek, ennyi lett volna ez a rész. Remélem, hogy tetszett nektek, hogy igen, akkor azt jelezzétek felém egy like-kal, és hogyha szeretnétek folytatást, akkor ugyanúgy kattintsatok a like gombra, és ha még esetleg nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, következő részben találkozunk, ahol lesz egy garázsunk. Na, én nem voltam, sziasztok!